Ezúttal azt fogjuk villámgyorsan megvizsgálni, hogy mit mondanak a szótárak Izraelről, illetve az izraelitákról. A bibliai nevek mutatója úgy fogalmaz, hogy Izrael jelentése, ez természetesen csak a jelentésekkel foglalkozik, Izrael jelentése az, hogy herceg lesz Elohimmel, illetve Elohim hercege, Elohimmel vetélkedő, vagy Elohim harcosa, ő, aki Elohimmel harcol, Elohim katonája, illetve aki Elohimmel uralkodni fog, vagy akit Elohim ural, és ő, aki Elohimmel győzelmet arat. Ugyanez vonatkozik az izraelita szóra is. Következő pedig a Random House Dictionary, ami egész egyszerűen egy házi szótár. Izraelről annyit ír, hogy egy ország délnyugat-Ázsiában, a Mediterrán-tenger partján. A második az, hogy a héber vagy zsidó emberek. Ugye a harmadik az Jákob neve, Jákob új neve, amit azután kapott, hogy az angyallal, a Malakkal küzdött. Négyes bejegyzés az ugye az északi királysága a hébereknek, illetve az ötös, szélesebb értelemben Elohim kiválasztott emberei. Izraelita pedig a héber embercsoport tagja, akik az ősi Izraelt lakták. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy mindenki vizsgálja meg, aki nem, aki nincs ezzel tisztában, hogy volt egy északi királyság és egy déli királyság, aminek nagy jelentősége van. Különösen a megváltó tevékenységének a megértéséhez. Ez pedig egy egyszerű Biblia szótár, ahogy a neve is mutatja. Ugyanarra tér ki, mint az előző, hogy az Izrael szó maga számos jelentésben használatos az írásban, és az egyik ugye az az angyallal való küzdelem után Jákob ezt a nevet kapta. Érdekes az, hogy itt messenger-t használ az angyal helyett, azaz üzenőt, malák, ez az eredeti jelentése a szónak, üzenet közvetítő, ugye Elohim és az ember között. Ezek után azt tudhatjuk meg, hogy Jákob, vagyis Izrael a héber embercsoport, a héber népnek a korai időszakát meséli el, és erre vonatkozik, ugye ő a 12 fiú apja, aki későbbiekben a 12 törzsnek a vezetői lesznek, Izrael 12 törzsének, és másik néven ők Izrael gyermekei, vagy Izrael népe, vagy egész egyszerűen csak Izrael, ami a héber törzsekre vonatkozik, és elmeséli ugye a kiüzetés történetét Egyiptomból, valamint a bemenetelüket és a letelepedésüket az ígéret földjén. Itt vannak a versek, ez többnyire egy Mózes könyvéből. Izrael szintén az északi királyság 10 törzsének a neve. Ezért mondtam az előbb, hogy érdemes erre figyelemmel lenni, hiszen Salamon halála után Izrael két része szakadt, az északi királyság, azaz Izrael, és a déli királyság, azaz Júda. Az északi királyság első király Jeroboam volt, aki felkelést vezetett, és Izrael, illetve Júda története a királyok könyvében van lejegyezve, egészen Izrael bukásáig, akit ugye az asszír birodalom hódított meg 721-ben időszámításunk előtt, illetve Júdát, akit a babiloniai birodalom 587-ben hódított meg. Arról is olvashatunk, hogy Izrael
inkább egy idézőjelbe tett vallási értelemben használatos, mint politikailag, és a Elohim kiválasztott népére utal, az ő különleges nemzetére. Ugye idézőjelbe téve itt az van, hogy a Yahuwah Elohim kiválasztott népe, akiket az egész föld minden lakosai közül választott ki, és ez a leggyakrabban használt értelme ennek a szónak az írás során. Ez pedig egy kombinált Biblia szótár és összehasonlító könyv, ugye a New Combined Bible Dictionary and Concordance. Itt megtudhatjuk azt, hogy Izrael, az ugye Jákob új neve volt, miután az angyallal, a Malákkal harcolt Penielnél, illetve a 12 törzs úgymond gyűjtő neve mindössze ennyit ír Izraelről. Érdekes módon a Izrael királyságát is megemlíti, ugye Kingdom of Israel, ami az északi királyság neve, miután Izrael két része szakadt, erről olvashattunk korábban. A déli, ugye Yahuda, azaz Júda maradt, és Izrael királysága Rehoboám idején alakult, mivel nem volt hajlandó az adókat csökkenteni, amelyeket Salamon kivetett a népekre, és Jeroboám vezetésével egy felkelés tört ki, és ő különböző vallási központokat állított fel Betelben, és Dán törzsének területén visszahozta az aranyborjú imádatát és egyéb pogány szokásokat. Éhebb volt az, aki a kimagasló királya volt az északi királyságnak, és ő az, aki Jézabel segítségével és közreműködésével tulajdonképpen elterjesztette a Baal imádatot és a Baalnak a szolgálatát. Egyéb királyok még második Jeroboam, Jéhu, Jehoás és Péka. Az északi királyság ugye Samária bukásával 722 időszámításunk előtt befejeződött. Még annyit, hogy az izraelita itt valaki, aki Izraelhez tartozik. Az utolsó pedig a Zondervan Biblia szótár, ugye ez egy tömörített verziója ennek. Ebben rengeteg információ áll rendelkezésre, de én csak a bevezetést fogom elolvasni, ugyanis a többit nagyjából már ismerjük. Izrael az írásban, ugye Jákobnak a másik neve, aki Izsák fia, valamint az ő leszármazottjai, a 12 törzs, a héber népcsoport 12 törzse szintén Izrael néven futott, illetve az északi királyság Efraim vezetésével, aki Júda ellen harcolt, ők szintén Izrael néven voltak ismeretesek. Izrael kapcsolatban csak annyit, hogy érdemes azt figyelembe venni, hogy nem csak az maga Jákob neve volt Izrael, hanem természetesen az északi királyság is, és szerintem nagyon sokan, ahogyan én is, az a kezdeti időszakban nem voltam tisztában azzal, hogy létezik egyáltalán két királysága Izraelnek, és a megváltó munkásságának megértéséhez ez egy kulcs információ, hiszen ő elsősorban a két királyság egyesítése miatt tért vissza. Ez volt az az ígéret többek között, amit teljesítenie kellett, úgyhogy ezt ne felejts el senki. Remélem hasznosnak találtátok a videót, és szombatonként 8 órától az Infobubble Facebook oldalon élőben az írással foglalkozunk, minden szombaton 8 órától. Aki szeretne, csatlakozzon be, mindenkinek a legjobbakat és halleluja!